Üdvözöllek! Hogyha grafikával, illusztrációk, kiadványok vagy weboldalak készítésével foglalkozol, akkor bizonyára veled is előfordult már többször is, hogy szerettél volna valamilyen szebb vagy látványosabb betűtípust használni. Ennek úgy különösebben akadály persze nincsen, hiszen számtalan weboldalról be tudjuk szerezni a különféle betűtípusokat. Az egyik ilyen weboldal a betűfont.hu. Innen számtalan ilyen betűtípust be tudunk szerezni, csak ezzel az a probléma, hogy sok esetben ezek a betűtípusok nem tartalmazzák a magyar ékezetes betűket. Tehát ilyen, hogy ű, hosszú ő és ilyesmi. Ezek elég gyakran nincsenek benne az adott betűtípusban, betűkészletben. Itt a betűfonton egyébként itt a kategóriákban külön van egy olyan, hogy magyar, hát ezek tartalmazzák a magyar ékezetes betűket is. De hogyha lejjebb megyünk, akkor látható, hogy összesen csak 7 oldalnyi van, míg az egyéb betűtípusokból nagyságrendekkel, kategóriákkal több van. Hát ilyenkor vagy azt tesszük, hogy válogatunk azok közül, amelyekben van magyar ékezetes betű is, vagy pedig módosítjuk azokat, amelyekben nincsen. Szerencsére ezt elég egyszerűen meg tudjuk tenni, és akkor innen kategóriák, és akkor mondjuk a dekoratív kategóriából, mondjuk ezt töltsük le, itt van a letöltés, hát én már letöltöttem valójában. És akkor tulajdonképpen van több olyan program is, amivel a betűtípusokat tudjuk módosítani, vagy akár teljesen újakat is létrehozhatunk. Már úgy gondolom azért a nagy többség nem nagyon jellemző, hogy komplett betűkészleteket hozzon létre, mert azért az eléggé idő és munka igényes. Na meg persze némi szép érzék is szükséges hozzá, meg technikai tudás. Viszont pótolni az ékezetes betűket nem túlságosan nehéz. Tulajdonképpen van erre többféle program is, de az a probléma, hogy a legjobb az füzetős, és semmilyen ingyenes változat nincsen belőle. Ingyenesből is van többféle, én igazából kipróbáltam többfélét, de ami úgy ténylegesen jól használhatónak tűnik, az a TypeLight nevet viseli. Hát, hogyha erre rákeresel, akkor itt van rögtön az első találat. És akkor itt, hogyha lejjebb görgetünk, akkor itt van, hogy download. Én ezt már letöltöttem, de te akkor töltsd le. És akkor tulajdonképpen telepíteni kellene. Elindítom a telepítőt, next. Elfogadjuk a használat feltételeit, next. Be lehet állítani, hogy hova szeretnénk telepíteni. Én most ezzel nem tölteném az időt, next. És akkor megint next. És akkor megint next. És akkor telepítés. Itt volt az előbb egyébként egy olyan lehetőség, hogy hozzon létre ikont az asztalon, én ezt nem jelöltem be. Viszont itt rögtön el tudjuk indítani, finish. El is indult, hát ezt akár ide a tálcára lehet rögzíteni, hogyha jobb bekére rá kattint, az a program rögzítése a tálcán. Jó, innentől kezdve a tálcán elérhető lesz. Ahogy mondtam, ezzel lehet létrehozni teljesen nulláról betűtípusokat, de nem hiszem, hogy ez olyan nagyon sokakat érintene igazából. Ehelyett, amit letöltöttünk betűtípust, ezt ki kéne temeríteni. A TTF fájra lenne szükség. Kitemerítem. És akkor ezt, hogyha megnyitjuk, kijelölés és Enter, akkor hát látható, hogy itt van egy ilyen előnézet, illetve lehetne telepíteni is, de most ezt még ne telepítsük. És látható, itt van az ő betű, meg az ő. Hát igen, ezek nincsenek megvalósítva ebben a betűtípusban. Ezt kéne nekünk pótolni. Mondjuk akkor, amint a kedvéért pótoljuk az ő betűt. Bezárom. És akkor File Open. TTF és OTF fájlokat tud megnyitni. Dupla klik, és akkor megnyitásra került. Itt vannak azok a karakterek, amelyek már léteznek ebben a betűtípusban. Ezzel az a gond, hogy itt a hosszú ő nincsen benne. Még úgy sem, mint nem létező karakter. Ebben az esetben át kell váltani ide a latin 2-re, és akkor itt már itt lesz. Itt van látható. Most még ezt ne válasszuk ki, hanem úgy fogjuk ezt felépíteni, hogy az ő betű, az tulajdonképpen egy O betű, meg kettő darab ékezet. Ha azt csináljuk, megkeressük itt az O betűt, a kis O-t, itt van, dupla klik, és akkor látható, hogy ez hogy néz neki. Ezek tulajdonképpen vektorgrafikus alakzatok. Tehát látható, hogy ilyen csomópontokból és a köztük lévő vonalakból állnak. Hogyha a vektorgrafikában kicsit jártas vagy, akkor tudod, hogy miről van szó, de ha nem, igazából az sem probléma, mert itt nem nagyon kell semmit sem rajzolgatni. Hanem ezzel az eszközzel, ami egyébként itt a View Tools látható, ezzel lehet szabályozni a megjelenését, tehát ezt az eszközt kéne kiválasztani, és akkor a balegeret lenyomva, vagy nyomva tartva, elkezdjük mozgatni. Látható, hogy megjelenik egy ilyen kijelölő keret. Ha ki van jelölve a teljes ő betű, akkor ezt felengedjük.
majd Ctrl-C, kimásoljuk. Vagy pedig az Edit és Copy. Ezután megkeressük az ő betűt, itt van, dupla klik, és akkor megkérdezi, hogy szeretnénk az őt létrehozni, hiszen az még nem létezik. Igen, és akkor ide beillesztjük, Ctrl-V, vagy pedig az Edit Paste menüponttal. Edit, Paste. Tehát akkor van nekünk már egy jó betűnk. Csak hogy nekünk egy ő kellene. Igazából a megoldás az látszik, itt van nekünk a hosszú U. Ebből kellene az ékezete. Dupla klik, és akkor nem az egész betűt másoljuk ki, hanem csak az ékezetet. Ctrl-C, és vissza kellene menni az ő betűhöz, illetve annak a kezdeményéhez. Tulajdonképpen az ez lenne, ami jelenleg még csak egy jó betű. Dupla klik, és akkor nyomunk egy Ctrl-V-t. Látható, hogy ez most ki van jelölve. Ez az ékezet, ezért ilyenkor, hogy ne O betű legyen belőle, valamelyik ilyen csomópontnál a bal egeret lenyomjuk és nyomva tartjuk, majd ezt elkezdjük mozgatni. Hogyha a Ctrl-t lenyomjuk és nyomva tartjuk, akkor látható, hogy nem mozdul el függőleges irányban, tehát le vagy felfele. Hát valahova ide. Így, és még egyszer a Ctrl-V, vagy pedig az Edit Paste. És látható, ebből keletkezett még egy példány. Csak most az a probléma, hogy mind a kettő ki van jelölve. Megmutatom. Látható, mind a kettő mozog. Ezért ezt most visszavonjuk, ide kattintva, vagy pedig a Ctrl-Z. Így. Mellé kattintok. Ctrl-V. És most már csak az új példány van kijelölve. Ezt is átmozgatjuk az egyik ilyen csomópontjánál fogva. Ctrl mellett. Ide. És akkor tulajdonképpen készen is van a hosszú ő betű. Hogyha szeretnénk mind a kettőt mozgatni, akkor így kijelöljük ezzel az eszközzel, nyomva tartva a balegér gombot, és akkor valamelyik csomópontnál fogva, mondjuk így, hát így ennyit. Tulajdonképpen akkor készen van az ő betűnk, és ilyen módon valójában bármilyen betűt meg tudunk oldani a többi meglévő betűk elemeinek a felhasználásával. Tehát például a hosszú ű az is hiányzik. Hogyha szeretnénk ezeknek a méretét módosítani, akkor azt úgy tehetjük meg, hogy kijelölünk egy ilyen csomópontot ezzel az eszközzel, és elkezdjük mozgatni. Hát látható, mi történik. Amelyre mozog a csomópont, úgy fog alakulni. Tehát igazából összeköti ezeket a csomópontokat. Ctrl-Z-vel visszavonjuk. Hogyha mondjuk ezeknek a szélességét szeretnénk módosítani az ékezeteknek, akkor ezt a kettőt például kijelöljük, és akkor elkezdjük ezt mozgatni. Hát látható, Ctrl-t nyomjuk le, és tartsuk le nyomva, még mozgatjuk, akkor nem lehet így felle mozgatni. Mondjuk így, úgy is ki lehet jelölni, hogy kattintunk az egyikre, és a Shift-et lenyomjuk, majd nyomva tartjuk, majd kattintunk, látható. Így akkor többet is ki lehet jelölni, nem csak azzal a keret kijelöléssel. Elkezdjük mozgatni, hát látható, hogy ez lehet mindenfele, de hogyha a Ctrl-t lenyomjuk és nyomva tartjuk, akkor látható, mi történik. Felengedjük mind a kettőt, és akkor ez így készen van. De látható, vannak itt azért rajzeszközök is, ezzel a pen tool-lal, így kattingatva lehet rajzolni. Végül összekötjük. A pontok meghatároznak egy alakzatot. Hát ez tulajdonképpen ilyen Bézier görbékkel működik. Ez a vektor grafikában elég gyakran használt eszköz. Meg itt van a vonaleszköz például. Vagy a kör. Shift-et nyomva tartva szabályos kört rajzolhatunk. Meg vannak itt egyéb eszközök is, de szerintem ezzel az átmásolgatással igazából minden megoldható. Váltsunk erre vissza, és akkor jelöljük ki őket, majd delete, igen, ezt is delete, igen. És tulajdonképpen minden egyes ilyen karakter esetén, ami hiányzik, hasonló módon járhatunk el. Végül, hogy ez használható legyen, el kéne menteni, file, és save us. Egészítsük ki a nevét azzal, hogy magyar, és akkor mentés. Oké. Okay. És akkor látható, itt van a magyar. Nyissuk meg, Enter. És most már az ő betű megtalálható ebben a betűtípusban.